3 Mózes 14 az a fejezet, amiből megtudhatjuk, hogy hogyan is tisztul meg a poklosságból valaki. Így kezdődik. Szóla ismét Jahuah Mósénak mondván, ez legyen a poklos ember törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. A pap pedig menjen ki a táboron kívül, és nézze meg a pap, és ha meggyógyult a pokloson a fakadék, akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberét 2 élő, tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint, izsópot. Még mindig a táboron kívül helyezkedik el ez az ember, oda megy a pap, megvizsgálja, amennyiben megtisztult valóban, akkor áldozatot mutatnak be. Ezek a kellékek, melyek az áldozathoz szükségesek. 2 élő tiszta madár, cédrusfa, karmazsin és izsó. Nézzük meg, hogy mik is ezek a dolgok a héberben. A cédrusfa az erez, alef, res, zájén. Alef, mint egy ökörfej, a res, mely az emberi fej, mely a gondolatokat jelképezi, a zájén pedig egy eke. Az ökörfej az ugye erőhatalom, az atya, vagy Jahuah maga, vezető, vagy családfő. A res az emberi fej, mely a gondolatokat, a vezetést, a vezetőt jelképezi, de egyébként első vagy kezdet. Zayin pedig egy eke, mely a spirituális ember, lehet egyébként ásni, vagy kutatni, vágni, vagy gyümölcsözővé tenni, vagy táplálni valamit. Ha összeolvassuk a 3-at úgy, hogy kívülről haladunk befelé, akkor eljutatunk oda, hogy a vezető vagy az atya elveti, illetve táplálja az ember gondolatait, vagy vezeti az ember. Ez a cédrusfa úgy, mint erez. Egyébként, hogyha a zájint kicseréljük egy cadira, akkor erec, úgy, mint a föld, ahol élünk. Itt van a föld, pedig kietlen pusztavala, ez a kifejezés föld erec, alef, res, cadi. Nézzük meg néhány dolgot a cédrusról, hiszen lehet, hogy úgy jobban megértjük, hogy miért is ezt választotta Elohim. Ez a Cédrusok kulturális jelentősége című tanulmány, mely arról beszél, hogy a cédrust az emberi civilizáció szinte létrejöttétől kezdve igen nagyra becsülte, sőt mitikus kultusszal vette körül. A fa tartósága, illetve a kis elterjedési területe, nehéz megközelíthetősége rendkívül nagy kincsé tette ezt a fát. Megtudhatjuk azt is, hogy elsősorban a libanoni cédrus volt az, ami értékes volt, ház, palota építésre, hajó ácsolásra egyaránt jól használható volt, földbeásra és vízen egyaránt jól tűri a nedvességet. Ez itt Malakim Alef, első királyok 4-es fejezet a 30-as verstől így szól, úgy, hogy Salomon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége, és Egyiptomnak egész bölcsessége. Sőt, bölcsebb volt minden embernél, az Azrahita Ethannál is, és Hemánnál, Kalkolnál, és Dardánál, Máhov fiainál, és híre neve vala minden nemzetségek között körös körül, és szerze 3000 példabeszédet, és az ő énekeinek száma 1005 volt. Szólott fákról is, Libanon cédrusfájától, az izsópig, mely a falból nevelkedik ki, és szólott a barmokról, madarakról, a csúszómászó állatokról és a halakról is. De hogy a cédrus az nem csak egy egyszerű fa volt, az ugyanitt az 5-ös fejezetből szintén kiderül, és ez így szól. Az 5-ös verstől, íme azt gondoltam magamban, hogy házat építek Jahuának, az én Elohimemnek nevének, amiképpen szólott Jahuah Dáudnak, az én atyámnak, ezt mondván, a te fiad, akit helyetted ültetek a te királyi székedbe, ő építi meg azt a házat az én nevemnek. Most azért parancsold meg, hogy vágjanak nekem cédrusfákat a Libanonon, az én szolgáim is együtt lesznek a te szolgáiddal, te szolgáidnak pedig jutalmát megadom neked, mind az szerint, amit mondasz, mert tudod, hogy nincsen mi köztünk olyan ember, aki a favágáshoz úgy értene, mint a sidonbeliek. Hírám válaszol Salomonnak, ezt üzenvén, megértettem, ami felől küldöttél hozzám, én megteszem minden kívánságodat, mind a cédrusfákra, mind a fenyőfákra. Az én szolgáim, a Libanonról aláviszik a tengerre a fákat, én pedig azokat tutajokra rakatván a tengeren addig a helyig vitetem, melyet te megizentesz nekem, és azokat ott kihányatom, és te vitesd el. 10. Ad azért Hirám Salamonnak cédrusfákat és fenyőfákat minden kívánsága szerint. Ez pedig már Malakim Bet, 14-es fejezet, 9-es vers, ahol Joás Izrael királya üzen Amásiához, Jahúda királyához. A bogáncskóró, mely a Libanonon van, elküldött a Libanon cédrusfájához ezt üzenvén: add a te lányodat az én fiamnak feleségül, de a mező vadja, amely Libanonon van, átszaladt a bogáncskórón, és eltapotta azt. Amásiát hasonlítja a bogáncskóróhoz, és Joás magát pedig Libanon cédrus fájához, ezzel érzékeltetve azt, hogy mi is az, amit gondol róla. Ez Ezra vagy Ezrás első fejezet, valószínűleg mindenki jól ismeri a történetet, Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék Jahuának Jeremiás vagy Jeremiáhu szája által beszéde, felindítál Jahuah Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdetteti az egész birodalmában, írásban is, mondván: így szólt Círus a perzsa király: Jahuah, a mennyeknek hatalmassága e föld minden országait nekem adta, és ő parancsolta meg nekem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van, vagy Jahudában. Házat fog építeni Jahuának, ugyanúgy, ahogy Dávid, illetve Salamon megépítette, ezúttal Círus az, aki kiadja az utasítást, hogy építsék meg a házat Jahuának. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő hatalmassága, menjen fel Jeruzsálembe, mely Jahudában van, és építse meg Jahuának, Jésrael hatalmasságának a házát, ő Elohim, ki Jeruzsálemben lakozik. 4. vers: és mindenkit, aki még megmaradt, minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal, barommal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak Elohim házának, mely Jeruzsálemben van. Pontosan úgy, mint amikor Egyiptomból kivonultak, ugyanúgy vonulnak ki ezúttal Perzsiából, illetve az egész birodalomból vissza Izraelbe. Ez pedig már az építés előkészülete, Ezra 3-as fejezet, tehát a 7. hónap első napjától fogva, ez a 6. vers, kezdének égő áldozatot áldozni Jahuának, amikor Jahuah templomának alapköve még nem tétetett le. 7. és adtak pénzt a favágóknak, és persze a kővágóknak, s a mesterembereknek, és ételt, italt, olajat a sidonbelieknek és a tírusbelieknek, azért, hogy hozzanak cédrusfákat Libanonról a Jobbéi tenger felé, Círus perzsa király nekik adott engedelme szerint. 92-es Zsoltárban pedig a 13-as vers így szól: az igaz, vagyis a cadik virágzik, mint a pálmafa, és növekedik, mint a cédrus Libanonon. Ezúttal az igazakat, cadik, hasonlítja a cédrusfához, melyek Libanonból származnak. Ez pedig itt Libanon. Ez Ézsaiás 60-as fejezet, mikor már minden nép Jahuát szolgálja majd, mert a nép és az ország, mely neked nem szolgál, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak. A Libanon ékessége hozzád jő, a ciprus, platán, a sudár, cédrus, mind együtt szent helyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem. Ha visszatérünk ehhez a rövid tanulmányhoz, akkor láthatjuk, hogy a cédrusfa és a cédrus olaj olyan nagy kincs volt a bibliai időkben, hogy azokat csak istenek, legfeljebb még királyok birtokolhatták, és birtoklásukért gyakran vezettek hadjáratokat. Békésebb időkben és békésebb természetű uralkodók egyszerű kereskedelmi expedíciókkal szerezték be a cédrust, mely építésre, sírládák készítésére volt alkalmas, olaja pedig balzsamok, orvosságok, illatszerek alkotó része volt. Azok az ókori uralkodók, kiknek országában cédruserdők voltak, féltve őrizték azokat, még be is kerítették egyiket másikat. Az természetes, hogy a cédrus szerepel az írásokban, ezen kívül a Gilgames eposzban szintén főszerepet játszik egy hatalmas cédrus. Egyiptomban szintén megtalálható a cédrus, Ámon-Ré hajója készült ebből, a mumiák szarkofágja, kapóoszlopok, tetőgerendák szintén. Sőt, a cédrus olajnak még a mumifikálás során is szerepe volt. A jól ismert Baál istenség szintén cédruságat tart a kezében. Sőt, palotájának ezüst és arany díszítését cédrus mágián olvasztották meg. Ezután azonban az idők során a cédrus veszített jelentőségéből, és a görög, a római, illetve később a keresztény kultúrákban a szerepe folyamatosan halványodott. Azonban ez nem jelenti azt, hogy teljesen eltűnt, hiszen a pogány kultúrákban a természet, a fák imádata és tisztelete mindig is megmaradt, ilyen a magyar is egyébként. Ez Csontváry Tivadar Zarándoklás a cédrusoknál Libanonban című festménye, mely egy tipikus pogány élethelyzetet ábrázol, ahol a természet, illetve a fák imádata zajlik. Wikipédiáról kiderül az, hogy a cédrus egy rendkívül hosszú életciklusú növény, mely nem ritkán 2000-3000 évig is elél, és 50 éves kora előtt ritkán fordul termőre. Rendszerint 1300-3000 méter tengerszint feletti magasság között sziklás, messzes talajon él, ahol kemény a tél és száraz a nyár. Szinte bármilyen talajon megmarad, felhasználásáról pedig annyit írnak, hogy értékes, szúmentes fáját bútornak, hajók építésére már az ókorban is keresték. Illatos, tartós fájából készítették az egyiptomi múmiák koporsóit, illetve a Tanák vagy az Ószövetség szerint Salamon király templomát is. Cédrus volt tehát az egyik, karmazsin a másik anyag. Karmazsin egyébként tolá vagy tulá, és ez egy ta, vav, lamed és ain karakterekből áll. Ez egyébként is karlátvörös szövet, egy ruhaanyag. A ta az keresztbetett botokat ábrázol, a vav szeget, lamed pásztorbotot, az ain pedig egy szemet. Karmazsin tehát lehet az a jel vagy jelzés, amely biztosítja vagy hozzáadja azt a tanítást vagy vezetést, mely elvisz a kúthoz, illetve a forráshoz. Jeremiás síralmában a 4. fejezetben az 5. vers így szól: kik pompás ételeket evének, elpusztulának az utcákon, kik bíborban neveltetének, a szemétdombot ölelgetik. Ez a szó bíborban egyébként megegyezik azzal a tollával, karmazsinnal, amit olvashattunk az előbb Vaikra 3. Mózes 14-es fejezetben. A bíbor egyértelműen előkelőséget vagy társadalmi rangot jelent. A szó elsődleges jelentése azonban féreg, és ez kiderül Semot 16-os fejezet 20-as versből, ez az első előfordulása egyébként Tollának, mely így szól: de nem hallgatának Moséra, mert némelyek hagyának abból reggelre, és megférgesedék, és megbűzhödék, Mosé pedig megharagudék rájuk. Ez a szó megférgesedék pedig rum, illetve később látjuk, hogy tollá. A harmadik anyag pedig az izsóp, melyet felhasznál, ez ezób, vagy ezób, és izsópot jelent. Alef, zain, vav és bet karakterekből áll. Alef, mint az ökörfej, zain, eke, vav, kampó, bet pedig egy ház. A hatalom vagy vezető, vagy Yahuah, mely gyümölcsözővé teszi, táplálja, biztosítja a házat, vagy a családot. Az izsóp első előfordulási helye egyébként Semot 12-es fejezet 22, amikor is a páska rendtartását. A szó izsóp első előfordulási helye Semot 12-22, ahol Yahuah Mosén keresztül elmagyarázza Izraelnek és mindenkinek, aki velük tartott, hogy mi is a páska rendtartása. Ez így szól: és vegyetek egy kötés izsópot, mártsátok a vérbe, mely az edényben van, híncsétek meg a szemöldökfát, a 2 ajtófelet abból a vérből, mely az edényben van, ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Nézzük villámgyorsan, hogy zajlik a tisztítási szertartás az 5. verstől. Aztán parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben, forrásvíz felett, azaz élő víz felett, az élő madarat, vegye azt, a cédrusfát, a karmazsint, az izsópot, mártsa be azokat a madárnak a vérébe, a forrásvíz felett, az élő madárral együtt, Híntse meg a poklosságból megtisztulandó ember 7-szer, és ítélje azt tisztának, az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre. Ugyanúgy, ahogy Páska esetén meghintik izsoppal és a vérrel az ajtófélfát, a házat, és ekkor Yahuah átmegy azon a házon, és életben maradnak az emberek. Aztán a megtisztulandó ember mossa ki az ő ruháit, borotválja le minden szőrét, és mosódjék meg vízben. Tiszta lesz, így menjen be aztán a táborba, de a sátorán kívül maradjon 7 napig. Benn van a táborban, de nem megy be a saját sátrába. A spirituális megtisztulást követi egy fizikális megtisztulás. 7. napon pedig borotválja le ismét minden szőrét, a haját, szakállát, szemöldökeit és minden egyéb szőrét borotválja le, mossa ki a ruháit, mossa meg a testét vízben, és ekkor lesz tiszta. 8. napon újabb áldozatot mutat be, 2 bárány, és ezekkel együtt a gyülekezet sátorának bejáratához áll, az egyik bárány lesz az áldozat, a bárányt pedig ott ölje meg, ahol a bűnért való áldozatot, és az egészen égő áldozatot ölik meg a szent vagy kodes helyen, mert amiképpen a bűnért, azonképpen a vétekért való áldozat is a papé, igen szentséges az. Ezután a pap a vérből megkeni az embert, aki megtisztul, majd olajjal is megkeni, meghinti az embert az olajjal, és a maradékot az embernek a fejére keni. Ezután bűnért való áldozatot és engesztelést kell szereznie a papnak, a tisztátalanságból megtisztulónak. Ha nincs bárányra pénze, akkor ugye 2 madár az áldozat, tehát az első bárány a bűnért való áldozat, a másik bárány pedig a vétekért való áldozat lesz. Ugyanúgy megkeni a fülét, jobb kezének hüvelykujját és a jobb lábának hüvelykujját, ezután pedig olajjal ismét meghinti és megkeni. Egyik a bűnért való áldozat, a másik pedig egy égő áldozat. És így szerez engesztelést a pap a megtisztulandó embernek Yahuah előtt. Ez a törvénye annak, akin poklos fakadék van. Nagyszerűen láthatjuk azt, hogy a poklosság az egy büntetés volt, és egyértelműen megkülönböztette az embert a többiek sorából, hiszen a bőrén jelentkezett, a külsején jelentkezett ez, a fején és a kezén, ahol mindenki láthatta azt. Elterjedt természetesen az egész testére, azonban ez egy megkülönböztető jel volt, hogy mindenki láthassa, hogy ez az ember nem a helyes úton jár. Érdekes módon így ír az 51-es Zsoltárban Dáud: tisztíts meg engem izsóppal, mely ugye iszóbb, és tiszta leszek, taher, mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Az izsóp az, amit felhasznál egyébként a tisztítás folyamatában, illetve amikor az ember, hogyha a poklosság az egész testén elterjed és fehér lesz, akkor szintén tisztának minősül. Nézzük meg néhány példát erre, hogy hogyan is használta Yahuah ezt, amikor az ember fehér lett, mint a hó. Semot 4-es fejezetben a 6-os verset már megnéztük, úgyhogy ezt csak elolvasom, és mondta neki Yahuah: nosza dug kebeledbe a kezed, kebelébe dugta a kezét, kihúzta, ímé az ő keze poklos, vala olyan, mint a hó. Dugd vissza kebeledbe a kezed, visszadugta, kivette, és ímé ismét olyanná lőn, mint a teste. Fehér lett, mint a hó, ezután pedig visszaváltozott olyan színűre, mint amilyen volt a teste egyébként természetesen. Fehér, mint a hó, azután pedig visszaváltozott olyanra, mint amilyen volt. Bamidbar, vagy 4 Mózes 12-es fejezet, szintén egy ismerős történet lehet, ez az, amikor Mirjam poklos lesz. Mirjam egyébként a név jelentése maga lázadás. Ennek egy nagyszerű példája ez a fejezet. Mirjam pedig és Áharon szólálnak Mosé ellen a kusita asszony miatt, akit feleségül vett, mert kusita asszonyt vett feleségül. Ugyanúgy, ahogy a kertben, a férfi és a nő ismét nem jó úton jár. És mondának: avagy csak Mosé által szólott te, Yahuah, avagy nem szólott te mi általunk is, és meghallá ezt Yahuah. Nézzük, hogy mi az, amit Yahuah tett. 4. vers. Mindjárt mondta azért Yahuah Mosénak és Áharonnak és Mirjamnak, és ezt mondta: menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek sátorába, és ezek kimentek. Az nyilván kiderült mindenki számára, hogy Yahuahnak ez nem tetszett. Akkor leszáll a Yahuah felhőnek oszlopában, és megáll a sátornak nyílásánál, és szólít Áharont és Mirjamot, és azok kimentek, és mondja, halljátok meg most az én beszédeimet. Ha valaki Yahuah profétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Nem így az én szolgámmal Móséval, aki az én egész házamban hív, vagyis ott szolgálatot teljesít. Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban. Nem homályos beszédek által, hanem Yahuahnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám Mósé ellen? Felgyullada az ő haragja ő rájuk, és elméne. És a felhő is eltávozik a sátor felől, és ímé Mirjam, poklos vala, fehér, mint a hó. És rátekinte Áharon Mirjamra, és ímé poklos vala. A poklos czará, amit már megbeszéltünk korábban, a hó pedig seleg, úgy mint hó. Nem tudom, hogy feltűnte másnak is, de Áharon nem lett poklos, csak Mirjam. A helyzeten nem változtat, Mirjam fehér lett, mint a hó. Tisztában mondjuk azzal, hogy a logika az nem barátja a legtöbb embernek, de mégis az diktálná itt, hogy az ember színe alapvetően másmilyen volt, hiszen fehér lett. Áron így szólt Mósénak, kérlek, Adonai, ne tulajdonítsd nekünk bűnt. Bűn, chatá. Úgy, mint az, aki elvéti a célt, bűn, megszegi a törvényt. Mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk. Kérlek, ne legyen olyan, Mirjam, mint a holt. A holt egyébként mut, úgy, mint aki meghalt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijő az ő anyjának méhéből. Mivel még nem szültem, ezért csak elképzelni tudom, hogy hogyan nézhet ki egy újszülött, illetve hát a képekből, de valami ilyesmi szerintem az, amire gondol. A lényeg azonban az, hogy ebből a példából is látszik, hogy a poklosság az büntetés volt az engedetlenségért. Következő történet Malakim Bet, 5. fejezet, 2. királyok, ez Námán története, aki a szíriai király seregének fővezére volt, és mint ez kiderül a történetből, poklosságtól szenvedett. Bélpoklos, poklos, ugyanaz czará. Egyszer ezek a csapatok, a szír csapatok egy izraeli kislányt vittek magukkal, aki Námán feleségének lett a szolgálója, és ez a kislány mondta az asszonynak, hogy Samáriában van egy próféta, aki meg tudná gyógyítani Námánt. Poklosság annyira azért nem lehetett súlyos, hiszen az ember élt ezzel tovább, szóval nem lehetett az a fajta lepra, amiről mi beszélünk ma, hiszen ő a király hadseregében dolgozott, élte az életét, csak egyszerűen szenvedett ettől a problémától. Szíria királyához elment Námán, a király pedig Izrael uralkodójának írt, és azt kérte, hogy gyógyítsa meg, vagy gyógyítassa meg Námánt. Izrael királya félreértette, és úgy gondolta, hogy csak háborús okot keres a szír király, hiszen így szólt. Elohim vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek? Hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő bélpoklosságából. Tehát a király tisztában volt azzal, hogy ezt nem lehet csak úgy kezelni ezt a problémát, hanem Elohim szükséges hozzá, hogy meggyógyuljon. Elizeus azonban szólt a királynak, és mondta, hogy küldje el hozzá Námánt. Elizeus volt az a próféta egyébként, akiről beszélt a kislány. Hogy bizonyítsa azt, hogy ez hit kérdése, és már akkor is hit kérdése volt a gyógyulás, ugyanúgy, ahogy ma. Az üdvösség, a gyógyulás, az hit kérdése. Azután persze cselekedetek követik, ennek egy gyönyörű példája az, ami történik majd Námánnal. Így szól Elizeus. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. A megújul egyébként sub, mint megfordul, visszafordul, fordulatot vesz, vagy hátraarcot csinál. Úgy, mint megtér. Test az bászár, és a megtisztulsz pedig nem más, mint táher. úgy mint tisztának vagy mentesnek lenni rituálisan vagy erkölcsileg. El kellett hinnie Námánnak, hogy ezt használni fog, és utána meg kellett cselekednie. Ugyanúgy, ahogy nekünk el kell hinnünk, hogy a szó eljött, megmutatta az utat, és utána a cselekedeteinkkel bizonyítanunk kell a hitünket. Námán természetesen elsőre ezt nem hitte, megharagudott és elment, és így szólt: íme én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván segítségül hívja Jahuának, az ő Elohimének nevét, megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Ez a kiütés egyébként czárá, ugyanaz a szó, amit poklosságnak, bélpoklosságnak vagy leprának fordít. Ez nem az a fajta kiütés, amire ma gondolnánk. Ezután elmondja, hogy a szíriai folyók sokkal jobbak az izraelieknél, miért ne fürödhetne meg ott, hogy megtisztuljon, és elment haraggal. A szolgái azonban azt mondták neki, hogy ha nagy dolgot mondott volna ez a próféta, akkor megtetted volna, miért nem teszed meg ezt a csekélységet? Bement a Jordánba, belemeríté magát abba 7-szer, Elohim emberének beszéde szerint megújult az ő teste, úgy a teste, mint Bászár, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. A lényege azonban a történetnek, amit akart ezzel Elohim, az, ami a 15-ös versben le van írva. Azután visszatért egész kíséretével Elohim emberéhez, bemenvén megálla előtte, és ezt mondta: ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Elohim, csak Jezreelben. Ajándékot akart adni Elizeusnak, ő azonban egyértelműen visszautasította, sőt ellenállt a kényszerítésnek is. Kényszerítés ugye természetesen nem negatív értelemben. Ezzel a tettel egyébként Námánt átállította az ő oldalára, megtérítette, úgy, mint ahogy Súb, az ő teste áttért, úgy áttért utána Námán is. Ez a probléma a legtöbb emberrel, különösen a keresztényekkel, hogy nem értik azt, hogy egy fizikális dolognak vagy cselekedetnek megvan a spirituális következménye, illetve megfelelője. Így tanít minket a YAHUAH. Ezt mondja Námán: hanem kérlek, adj a te szolgádnak a földből annyit, amennyit elbír 2 összfér, mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen hatalmasságoknak, hanem csak Jahuának. Érdekes módon a 18-asban így szól Námán: egy dologban legyen csak Jahuáh kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegy Rimmon templomába — Rimmon egyébként egy istenség, a szél, az eső, a vihar szíriai istene, az asszíroknál Ramanu, valamiféle pogány dolog. Mikor bemegy a király, illetve hát ugye Námán ura a templomba, és meghajol, és rátámaszkodik Námán kezére, akkor Námán is meghajol, és azt kérte, hogy ezt bocsássa meg Jahuáh. És ebbe Elizeus beleegyezett. Természetesen azt tudjuk, hogy az utolsó időkben mindenki imádni fogja a fenevadat, és nem úgy tűnik, hogy ezt Jahuáh megbocsátja. Minden esetre ez egy érdekes történet azzal kapcsolatban, hogy mégiscsak megbocsátott Námánnak azért, amikor bement a templomba és meghajolt, hiszen tudta, hogy a szíve nem ott van. Nézzük tovább ezt a történetet. Geházi, Elizeusnak, Elohim emberének szolgája pedig úgy gondolta, hogy mivel meggyógyította Námánt, de nem vette el az ajándékot, majd ő el fogja venni. Utánuk szaladt, és így szólt Námánhoz: az én uram küldött engem, mondván, íme most csak ez órában jött hozzám 2 ifjú Efraim hegyéről, a proféták fiai közül, adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és 2 öltöző ruhát. Elfelejtvén azt, amit a Másiák mondott Lukács, hogy Lukács 12. fejezetben, 22-23-as versben: annak okáért mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, az élet több, hogy nem eledel, és a test, hogy nem öltözet. Ezt ismétli meg egyébként Jáhu Máté 6-os fejezet, 25-ös versben. Námán természetesen megadta Geházinak, sőt 2 talentum ezüstöt adott neki. Geházi ekkor elrejtette azt, amit kapott, Ezután persze hazudott Elizeusnak, hiszen Elizeus megkérdezte, hogy honnét Geházi, hogy honnan jött. Azt pedig mondta, nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondta, nem mente el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott a szekeréből elődbe? Most az ideje, azaz most van itt az ideje, hogy szerezz ezüstöt, hogy védj ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgáló leányokat. Ezért rád és a te magodra ragad a Námán bélpoklossága mindörökké, és kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó. A bélpoklosság egyébként maga a szó az czárát, úgy mint maga a poklosság, lepra vagy bélpoklosság, a mindörökké az ollám, úgy mint örökkévalóság, és a fehér, mint a hó pedig seleg, úgy mint a hó, tehát Geházi egész vonala ezután ilyen lesz. Úgyhogy ez nem lehet, hogy lepra legyen, hiszen azok nem tudnának túlélni hosszú ideig. Lepra úgy értem, mint valami súlyos betegség, hiszen akkor ezek állandóan csak ezzel küzdenének, így nem tudna Geházi utódokat nemzeni, nem tudna ez fennmaradni ez a vonal. Azonban, ha erről a problémáról van szó, amit a képen látunk, akkor érthető, hogy miért mondta neki azt, hogy rád száll Námán bélpoklossága, hiszen Námán súb, azaz áttért Jahua útjára, teljesen megváltozott annak hatására, ami történt, míg ez az ember áttért arra az útra, arról, ahol volt. Így rászállt ez a probléma, mint egy jel mindenkinek, hogy tudják. Nézzük meg, hogy a hó az a fehérséget jelképezi úgy, mint a színt, ez Márk vagy Márkosz 9-es fejezet, és abból is a 2., illetve a 3. versek. 6 nap múlva magához vevé Jahusha Kefát, Jakobot és Jehukanont, felvivé őket magukban egy magas hegyre, és elváltozik előttük. Metamorfó, átalakul, átváltozik, elváltozik valamilyenné. És a ruhája fényes lett, igen fehér, mint a hó. Mihez hasonlót ruhafestő a földön nem fehéríthet. A fehéríthet leukaino. Kifehérít, vagy fehérít. A hó, chion, mint hó, a fehér pedig leukosz, mint fehér. Chion, mint hó, pedig nem más, mint seleg. Ez Hígalú jelenések könyve 1. fejezet, az ő feje pedig és a haja fehér vala, fehér úgy, mint leukosz, ugyanaz, mint a fehér gyapjú, mint a hó, chion. Az utolsó történet, amit megnézünk, az pedig Uzijáhu, vagy Uzijáh, úgy, mint hogy az erőm Yahuah története lesz. 16 esztendős korában került Jahuda, vagy Júda trónjára, mint király Amásia, ugye az atya helyett. Kedves dolgot tett Yahuah előtt, mint ahogyan az ő atya Amásia is cselekedett, kereste Elohimet, és látomásokban értelmes volt, és mindaddig, amíg Jahuát kereste, jó előmenetelt adott neki Elohim. Legyőzte a filiszteusokat, Gát kerítését, Jabné kerítését, Ásdód kerítését letörte, városokat épített Ásdódban és a filiszteusok tartományában. Az ammoniták is ajándékot adtak Uzijáhunak, sőt egészen Egyiptomig elterjedt az ő híre, és megnövekedett a hatalma. Megerősítette Jeruzsálemet, tornyokat épített, kapukat, sőt a pusztában is tornyokat épített, kutat ásott, és a gazdasága is növekedett. Sőt a hadserege az 307.500 harcosból állt. Pajzsokat, kopjákat, sisakokat, páncélokat, íveket és paritjába való köveket készített ezeknek. Megerősítette a tornyokat, és az ő híre messzire elterjedt, mert csodálatosan megsegítették Miglen megerősödét. A problémák persze csak ekkor kezdődtek, hiszen amikor megerősödött, felfúvalkodik, hogy megfertőzteti magát és vétkezik Yahuah ellen, az ő hatalmassága ellen. Hiszen bement Yahuah templomába, és a füstölő oltáron füstölni szeretett volna. Ezután Azariah pap bement, és 80 másik pap, és elmagyarázták neki, hogy nem a te dolgod Jahuának füstölni, hanem Áháron pap fiai, akik felszenteltetének. Menj ki a szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem lesz Jahua Elohimtől. Ekkor Uziáhu megharagudott, kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne, és mikor megharagudott, abban a pillanatban bélpoklosság támadt a homlokán ott a papok előtt, Jahua házában a füstölő oltár előtt. Ugyanúgy, ahogy Miriam esetében, vagy Gehazi esetében, de úgy általában a poklossággal kapcsolatban az ellenszegülés, a lázadás az, ami ehhez vezet. Természetesen a Tóra megszegése. Mikor meglátták ezt a papok, akkor elűzték őt onnan, sőt, ő maga is sietett kimenni, mert Jahua megverte őt. És Lőn, Uzia király halála napjáig bélpoklos maradt Czará, és lakik valahogy elkülönített házban bélpoklosan, mert Jahua házából kivettetett vala. Láthatjuk tehát, hogy sok más jel mellett a bélpoklosság szintén arra utal, hogy az írásokból jól ismert karakterek úgy, mint Ádám, Ábrahám, Jicák, Jakób, Mósé, Dáud, Salomó, de akár Jahusá HaMásiák nem lehettek fehér emberek. Bélpoklosság pedig egyértelműen egy jelzés, ami a bűnt jelenti, és egy szemmel látható jel az ember testén. Azért lett fehér, mint a hó, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy ez az ember eltért attól az úttól, melyet Jahua kijelölt számára. Mindenképpen kövessétek az INFO BUBBLE 2-es csatornát, ahol keddenként 20:30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, HALLELUYAH és SHALOM!